Az alapszakaszban hazai pályán mindkét csapat behúzta a győzelmet, de mint sokan elmondták, a rájátszás egy új bajnokság kezdetét jelenti. Jobban kezdett a Vasas, az első negyedet 21-13-ra nyerték a fővárosiak. A második 10 perc meglehetősen pontszegény volt, így a nagyszünetre 31-23-as vendégvezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után perceken belül egyenlítettek a cápák, majd a vezetést is átvette Siska János együttese. A záró 10 percben még egalizálni tudott a Vasas, de a hajrában elkapta a fonalat a házigazda, így nyíregyházi győzelemmel zárult a párharc első felvonása. Mi is ilyen kemény mérkőzésre számítottunk. Mostanában keveset tudtunk edzeni, ez látszott is a támadó játékunkon. Az első fél évben rosszul védekeztünk, illetve nem dobtuk be a helyzeteinket. Aztán a másik fél évben erősítettünk a védekezésünkön, és kicsivel jobban támadtunk, és ezért meg tudtuk nyerni. A vendégek edzője elmondta, hogy nagyon sokat hibáztak, amit azért is sajnált, mert szerinte ezúttal verhető lett volna a nyíregyházi együttes. Nem túl magas színvonalú mérkőzésen, azért egy rosszul játszó nyíregyháza ellen sikerült még rosszabbul játszanunk. Igazából ez volt az oka. Serdülő szinten nem látok 21-23 eladott labdát, főleg az én csapatomtól. Egy ilyen 3-2-es letámadó zóna ellen igazából, ahol csak át kéne hozni lendülettel a labdát. A harmadik negyed megint nem volt az igazi, amíg az első negyedben, első fél időben a taktikánk úgy gondolom, hogy ült, addig a második fél időben már nem. Ezen is el kell gondolkozni, hogy akkor mit lehet majd változtatni, főleg nekem. De úgy gondolom, hogy ezzel együtt mentálisan rendben volt a csapat, még hogyha el is úszott ez a mérkőzés, sokkal jobban álltunk hozzá, mint az előző mérkőzéshez, de ilyen botrányos játéka nem lehet nyerni, és ez nagy lehetőség volt, mert szerintem a Nyíregyháza is nagyon rosszul játszott. A cserekén beálló Fazekas Csaba jól szállt be a meccsbe, az elől-hátul hasznosan játszó fiatalember végül 12 pontot szerzett. Próbáltam arra odafigyelni, hogy a védekezésemben mindent jól meg tudjak csinálni. Szerencsére ilyen jó csapattársaim vannak, hogy ki tudtuk könnyen szolgálni egymást, és nagyon okosan a másik fél időt úgy megnyertük, hogy ezt meg kellett. A párharc második meccsét vasárnap játsszák Budapesten, a harmadik mérkőzést, amennyiben szükség lesz rá, jövő héten szerdán rendezik a Continental Arénában.